Üdvözlöm a kedves televíziónézőket! A Profi című gazdasági magazinműsor mai adásában a sörkészítéssel fogunk foglalkozni. A beregszászi John Gáspárba látogatunk el. Tartsanak velünk! Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Itt láthatóak az asztalon az alapanyagok mintái, amiből a sör készül önöknél. Honnan érkezik ide az alapanyag, illetve milyen alapanyagot választanak? A mai napra és a kezdetektől fogva is megpróbáltunk olyan alapanyagokból összeállítani ezt a típusú sört, amelyik igazából ne külföldről csak származzon, hanem jóformán az anyaországunkból, Ukrajnából. És ezért az első lépésünk az volt, amikor megvásároltuk a gyárat, hogy felkerestük a Munkácsi volt sörgyárat, ahol most per pillanat maláta készítéssel, vagyis feldolgozással foglalkoznak, és őktőlük próbáltuk beszerezni az első alapanyagot, ahhoz, hogy elinduljunk az első lépéseknél, és a mai napig is őktőlük vesszük a 80%-át az alapanyagunknak. Nagyon, nagyon szépen fel tudják most mai napra már dolgozni a malátát. Ukrajnába származnak az alapanyagú és az árpa maláta, ők feldolgozzák, és ők tőlük vegyük a többit, hol osztrák, hol szlovák, hol német malátákból, ez például a Kastermaltan, Weyermann, ezek a maláták az, amik a világpiacon ott vannak, ezeket próbáljuk olyan szinten becsempészni azokba a típusú sörőinkbe, amik igazából a mai napra úgymondva kézműves sör, vagyis a úgynevezett Kárpátalján úgynevezett craft away pivo, és így próbálunk még jobb, még zamatosabb sört előállítani. A jó sörnek ugye a titka akkor a jó alapanyag ezek szerint. Mi a titka egy jó cégnek, vagy egy jó sörgyárnak? Mikor alapították a gyárat, illetve mi volt az alapötlet? Miért érezték úgy, hogy alapítanak egy sörgyárat? 2014 tavaszán, vagyis még igazából nem tavasz volt, de már itt elég jó idő volt ahhoz, hogy most az emberek elkezdenek a gondolataikba gondolkozni róla, hogy valamit kellene ezen az éven már csinálni. 2014-ben találkoztam a társammal, a jelenlegi társammal, és a volt Fehérkőnél, egy nagyon rég találkozás után, és megkérdezte, nincs-e kedvem véletlenül beszállni egy olyan üzletbe, vagyis egy ilyen sörgyártásnak az üzletébe, mert hogy ő hallotta, hogy eladó ez a cég, ahol most per pillanat vagyunk. Ez a volt Zipgyár, a sörgyár, a Zip sörgyár alatt futó cég. És volt ennek a cégnek egy múltja, amiknek nagyon szép múltja volt, csak sajnos a gazdasági helyzetek miatt ez csődbe ment az a cég, és ezért kalapács alá tették az egészet. És ővele hosszú beszélgetések után, meg hosszú tárgyalások után úgy döntöttünk, hogy akkor vágjunk bele. Érdekes egyébként, hogy 2014-ben alakult a cég. Ugye 2014-ben kezdődtek Kelet-Ukrajnában a harcok, gazdasági válság, rivnya elértéktelenedése. Ilyenkor általában a vállalkozók kivonják a pénzüket, meg kimennek az emberek, meg elmennek önök. Mégis épp akkor, amikor mindenki fél belevágni valami új dologba, önök akkor vágtak bele új dologba. Kellett hozzá bátorság? Hát igen, tudni kell arról az egész dologról, hogy 2014 tavaszán, vagyis ez februárban, ez egy olyan helyzet alakult ki Ukrajnában, hogy hát jóformán a revolúció, ahogy mondják, forradalom, legnagyobb forradalom kellés közepén, pont azelőtt az időben találkoztunk a társammal, és én azelőtt adtam el egyik vállalkozásomat,
És a feleségemmel úgy döntöttünk, hogy kiköltözünk külföldre, mivel hogy a gyerekeink már régen kint voltak, és hogy akkor egyesítsük megint a családot egybe, és akkor ott próbálkozunk valamivel. De aztán mégiscsak úgy döntöttünk, hogy maradunk, vagyis az én döntésem volt, hogy maradunk, és a feleségem támogatott ebbe. Igaz, hogy azt mondta, hogy teljesen őrült vagyok, de hát megpróbálkoztunk. Akkori nap, amikor elmentünk ennek a cégnek a megvásárlására, ennek az árverésnek a kitűzött napjára, jófondom, már stoppal kellett menni majdnem, hogy nem egészen a Harkovig, mert Harkovban volt ez az árverés, és visszafele úton is ezt majdnem ugyanúgy stoppal kellett jönni, és nem egy nagy, nem egy kis távolság. És amikor hazaérkeztünk, és be kellett fektetni ezt a pénzt a bankokba, hogy olyan is mondja, a bankárok úgy néztek ránk, mintha igazából nem tudták, hogy most per pillanat a Muzsai útról jöttünk a Diliházból, vagy igazából most ezt komolyan gondoljuk. Mert ez igazából egy olyan rulett volt, egy orosz rulett, hogy most vagy bejön, vagy nem. Mert akkor minden bankok körzetbe kezdtek leállni, cégek bezárták az ajtaikat, mert nem tudták egyszerűen, hogy mi lesz tovább. Grivnya elértékelődött, nem voltak árfolyamok, percről percre változtak az árfolyamok. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon kamikádza dolog volt ahhoz, hogy belevágjunk egy ilyen cégnek a megalapításába, és nehéz döntés volt, de meghoztuk ezt a döntést. Sok sör szerető ember örömére hozták meg ezt a döntést. Igen, mert a hozzá kell tenni, mert jó formán, ahogy mondják ezt igazából közmondás szerint, nem mi találtuk fel a biciklit, se nem a kereket. Ezért ennek a cégnek is volt már, nem is cég, ennek a cégnek, hanem az elődeinknek volt már valami letéve egy fundamentum, ez a valamikori Zip sör, és amikor társammal beszélgettünk erről az egész dologról, akkor ő ezt hozta fel ennek a pozitívumára, hogy igaz is, ők már letettek valamit és csináltak valamit, akkor miért nem tudjuk ezt überelni? Hát ő csak jobbat lehet csinálni, és hogy próbálkozzunk meg vele, és kell, hogy sikerüljön. És Beregszászban, és akár Ukrajnában is, már jóformán ismerték ezt a sört valamikor, mint a Zip, de megpróbáltunk egy teljesen más vonalon elindulni. Ennek a cégnek, amikor kiindították a kapuját nekünk, és megláttuk, hogy mik vannak itt bent, akkor döbbentünk rá, hogy jóformán itt mindent szétloptak, minden és minden szét volt hurcolva, úgyhogy nagyon-nagyon nagy munkával, villany nem volt, gáz nem volt, technológiai részek a gyárban, a főzőháztól kezdve az utolsó eresztő tartályokig minden jóformán olyan állapotban volt, hogy nem lehetett elkezdeni vele a munkát. Úgyhogy kb. Egy fél éves próbálkozásra csak tudtuk beindítani a villanyt, a gázt és a technológiai részét. A John Gáspár sörfőző házában vagyunk. Ez az egyik kulcs mozzanata az egész folyamatnak. Mi történik itt pontosan a sörrel? Itt kezdődik a sör előkészítése, gyártása, amit a John Gáspár üzem termel. Innen indul az egész. Az egész folyamat innen kezdődik. És mi a folyamatnak az első mozzanata? Mi történik ezekben a tárolóban? Az első mozzanata az, hogy megdarálják a malátát fent. Az egy zárt helyiség. Ledarálják a malátát, és akkor felmehetünk, megmutatom a további dolgokat.
Na, onnan ezen a csövön bemegy a zedénybe a maláta. Itt főzzük egy bizonyos ideig, amit a technológia előír. Onnan, ebből az edényből átkerül ebbe az edénybe, ezt szűrőkádnak hívják, a szűrőkádba. Na, ez is bizonyos ideig szűrődik a sör, ez a natúr sörlé. És ezután a főzőházba átmegy, átnyomassuk gépen a komlóforralóba, a főzőháznak a másik nagyobb helyiségébe. Mennyi a kapacitás ezeknek a tárolóknak? Mennyit tudnak egy nap ebből így készíteni? 1500-1600 litert tudunk előkészíteni. Mire kell odafigyelni ebben a fázisában a sörkészítésnek? Hát az egyedi tisztántartás az érthető, az állandó neve foglalkoznak a fiúk, de ez be van osztva időre, automata vezérli az egészet. A főzőmesterünk, ő csak kontrollálja az egészet azért, hogy minden folyamat sikeresen végbe menjen. Itt minden nap van főzés? Vagy amikor csak rendelés van? Csak rendelésre szoktunk főzni, be szoktunk főzni rendelésre. Nem minden nap nincsen főzés. Ez az utolsó előtti fázis a sörfőzésbe. Bele is lehet nézni? Bele lehet nézni, ebbe főül a sör. Jelenleg üres? Jelenleg üres, mert ma nincs főzés. Hány literes ez a tartály? Ez 2500-3000 literes, de mivel hogy főzzük a sört, behabzik 1500-1600 liter, ami benne van. Amit onnan átküldünk a szűrőkádból, jön a főzőüstbe, és utána a főzőüst után az egész dolog bemegy a whirlpoolba. Egy olyan, ahol leülepedik a komló gyanták, meg a malátának a bizonyos részei kiülepednek, és utána innen átküldjük az erjesztőbe. Innen ez utolsó előtti fázis, a következő fázis a whirlpool. Mennyi ideig van itt a sör, ha fogalmazhatunk így? Tehát amikor beérkezik ugye a darált rész? Ez egy 8 órás folyamat. Egy 8 órás folyamat. Meg ki kell tartani az időközöket, a pihentető időt. Ez egy 8 órás folyamat. És ez alatt a 8 óra alatt hány liter sört? Hát 1500-1600, attól függ, hogy... Tehát 8 óra alatt kb. 1500-1600 liter sört tudnak előállítani. 8 órában dolgozunk. 8 órás munkaidővel dolgozunk, így kell belekalkulálni az egészet. Hányféle sört tudnak itt az üzemben előállítani? Most az üzemben pillanatnyilag 8 féle sört tudunk előállítani. Melyek ezek? Hát van a klasszikus világos, barna, casting, zorro, ipa, marida, most a belgián megvan, és van nekünk a medgyesünk, amit elkezdtünk gyártani. Melyik ezek közül talán a legnépszerűbb, melyikből gyártják a legtöbbet? A legtöbb a világos, barna, casting és a marida is nagyon. Ezt az utolsó négyet, az ipát, a medgyet, azt most kezdtük el bevezetni, hát reméljük az is fel fog futni. Önnek személy szerint van kedvence? Melyik az, amelyiket szereti? Van kedvencem. Az első hármat. Különböző alapanyagokból vannak. A maláták különbözők, a komlózás más, a főzőidő más, ez teljesen technológiától függő. Hát elég sok a különbség. Az egyszerű klasszikus és a mondjuk a buzasör közt. Egész ég és föld a különbség a technológia és az előállítása. Időbe is és mennyiségbe is. We'll be right back.
a szűrés előtt külső és belső tartályokban is erjesztenek. Mit kell tudni a belső tartályokról? Hány literesek, illetve mennyi ideig van itt az anyag? Külső tartályba bemegy a sör a főzőházból, és ide is ugyanígy főzünk ezekbe a tartályokba is. Ez mind szűretlen sör. Ide bekerül a színlény, bejeleztőzik, és itt erjed 21 napig. És innen megy tovább a szűrőházba? És innen megy a szűrőházba, ott leszűrődik, és onnan megy a készár rumán, palackba, üvegbe, hordóba. Mire kell odafigyelni ennél a résznél? Ott hőfok látható talán a kijelzőkön, vagy mi az, amire oda kell figyelni? Igen, hőfokot 12 fokon eresztődik a sör, és minden nap 12 ballingos, minden nap fokoljuk, ahogy esik lefel a balling. Ahogy a végéredés megtörténik, a 12 fokról leveszik 0 fokra. És ott megvárjuk, míg az élesztő leülepszik, és aztán lehet csak szűrni. Mikor befogadtuk a főzőházba a sört, letesszük 12 fokra, be van élesztőzve, és az erjed, minden nap a srácok fokolják, mikor fél erjedésen van, ilyen 4,5 ballingon, akkor nyomás alá tesszük, addig nyitotton erjed, és beállítsuk az 1-2-1-5 bárt, és akkor itt a szállón a túl nyomást azt kiengedjük. És mikor leérred a végéredés, akkor a szállót elzárjuk, és leteszik 0 fokra. És itt most 2,7-et ír, ez mit jelent? Hát ez 2,7-et ír, azért ír 2,7-et, mert ez már hűtésre van téve, ez most folyamatban van, hogy hűl lefele nullára. A szűrőházban vagyunk, ez az utolsó állomás palackozás előtt? Az előbb voltunk az eresztőbe, ott mikor a sör kierjed, akkor a szűrős onnan keresztül, azon a szűrőn, ide átszűri a sör. Itt 0 fokon van a sör, és itt már kész áru van, innen megyen palackozásra, üvegre, hordóra. Mennyi ideig van a szűrőtartályban a sör egyébként, mielőtt tovább megy a palackozásra? Hát ezt úgy szoktuk csinálni, hogy mondjuk ha van rendelésünk, akkor azelőtt nap szűrünk, és akkor másnap meg palackozunk, vagy hordót tankolunk, vagy ilyen. Hány liter van itt körülbelül? Mennyi a kapacitása ennek a szűrő résznek? Hát itt ilyen 60 ezer liter tudunk leszűrni idebe. Ez barna, világos. Marid az orral, kasztin, lepalackoztuk, hogy lehordoltuk, kimossuk, aztán jön bele a következő. Ebből lesz a soros üveg? Valóban? Igen, innen indul. Ez a nyersanyag. Ezt beteszik a pecskába, ezt fel kell fűtni 400 fokra, 420-ra, és akkor 15 bar nyomáson. És akkor itt a végtermék. Ezt általában így csinálják a sörgyárat? Ezt igen. Ezt egy kólagyár, ezt akik percbe dolgoznak, mindenki csinálja. És mennyire nehéz beszerezni az alapanyagot? Tehát ezt a műanyag alapanyagot? Ez honnan szerzik? Munkások hozzák, vagy zsungváról, onnan meg Dnyepropetrovszkból. Berendeljük, onnan lehozzák, meg elhozzák. Fogalmazhatunk úgy, hogy ezzel véget ér a sörkészítés folyamata. Itt palackozzák is, meg ugye már itt zsugorba rakják, és már szállításra készen van. Igen, itt ez már a végtermék, címke,
lezsugorítsuk, berakjuk, lepoddonozzuk, és innen már megy az áru. Melyik fázisába kerül ide a sör a laborba, és mit vizsgálnak? Ide bekerül a készsör szűrés után, ellenőrzik minőségét, habtartalmát, szénsav mennyiségét, hogy minden megfelelő-e a palackozáshoz. Élesztőt megnézik, ilyeneket. Mindenféle ilyen ellenőrzéseket végeznek. Hányféle sört állít elő jelenleg a dzsangáspár, illetve melyek a legnépszerűbb sörök? A mai napra 8 féle sört állítunk elő. 8 féle sör van kint a piacon. A 9. még pont per pillanat a tartályba erjed. Ez még titok, hogy mi lesz a neve, és milyen típusú lesz. Úgyhogy próbálunk egyre tovább menni, próbálunk a piacnak megfelelni, mert egyre tovább kérik azokat a típusú söröket, amit külföldön, Európában megvehetnek az emberek, meg tudnak vásárolni, mert azért, ahogy tudjuk is, és mindenki tudja, hogy azért Ukrajnából nagyon sok ember kivándorolt már külföldre, vagy külföldön dolgozik, és amikor hazaérkezik, akkor mindenki hasonló típusú söröket szeretné inni, amit ott kint külföldön ivott, és ezért ott kell lenni a toppon, meg a kis sörgyárak, kézműves sörgyárak, kisebb üzemek, éttermekben lévő sörüzemek, ezek próbálnak ezen a vonalon haladni, és ezért nekünk is ugyanúgy kell haladni ezen a vonalon tovább. És hova szállítanak egyébként, vagy melyik a legtávolabbi felvásárlójuk? A legtávolabbi felvásárló helyünk ez Dnyetropetrovszk. Ott van nekünk egy disztribúciónk, aki tőlünk megvásárolja a sört, ő leadja a rendeléseket, küldi a saját logisztikáját, vagy mi segítünk be a logisztikába. A következő régió az Kijev. Kijevben is ugyanúgy van egy disztribúciónk, amik ebben foglalkozik. Lemberg, Rovno, szóval... Tehát az ukrán piac az egy elég nagy piac. Igen. Sajnálatos képpen a tavaly éven indítottuk be még csak a kárpátai üzletekbe lévő kiszállításokat, mert inkább abba voltunk elfoglalva, hogy a gyárat rendezhetjük, felhozzuk egy olyan színvonalra, hogy azt a minőséget tudjuk nyújtani az embereknek, amire szükségük van, és amit el tudunk adni. Hamarabb volt piacunk a Nagy-Ukrajnában, Kijevben és Dnyetropetrovszkban, mint itt Kárpátalján, mert itt teljesen másabbak az igények. Érdekes, akkor hamarabb lehetett beregszászi sört inni Kijevben vagy Dnyepropetrovszkban, mint Kárpátalján. Ez tényleg igen, érdekes. Az első palackokat, az első palackozásunkat, amit a vonalló revélve még frissen, még címké se volt rajta, és még várni kellett arra, hogy megkapjuk a címkéket rá. Már akkor Kijevnek már szüksége volt rá. Nagyon nagy segítséget nyújtanak a fiaim, ők is külföldről jöttek vissza. Magyarországról hazatértél, hazatértetek, hogy itthon besegíts a vállalkozásba. Miért tartottad fontosnak, hogy hazagyere? Igazából 19 év ez így visszamenőleg 19 évet töltöttem Magyarországon, de 7 évet vállalkoztam Budapesten vendéglátósként, és majd úgy gondoltam, hogy épp itt az ideje visszatérni a szülőhazámba, és segíteni a családi vállalkozást. Ez volt így az elsődleges szempont igazából,
némi honvágy is tett a lapátra, és így végül itt vagyok, körülbelül egy hónapja, kettő. Látod a fantáziát így fiatalon a sörbizniszben, ha fogalmazhatunk így? Abszolút, abszolút. Tehát nagy fogyasztója vagyok a sörnek. Igazából, tehát, hogy nem nagyon tudnék olyat mondani, amit nem szeretek. És így abszolút látom a fantáziát. Jelen pillanatban, tehát tényleg csak szemlélője vagyok a dolgoknak, tehát ami működik, az már működik. Abba nem szeretnék se beleszólni, se hozzátenni, se elvenni. Viszont marketing szempontjából lenne egy-két olyan ötletem, amivel meg tudnánk fogni az embereket, tehát olyan marketing ötletekre gondolok itt, ami nem az van, hogy tessék, nesze, semmi fog meg jól, hanem olyan dologgal, amivel úgymond adunk is az embereknek, felfigyelnek rá, és szeretni fogják, és ez mind-mind azok az emberek, akik még nem fogyasztói a John Gaspar sörnek, a Beregszászi sörnek. Kedves nézőink, köszönjük, hogy velünk tartottak. Kövessék a Profit című gazdasági magazinműsort a világhálón is. Viszontlátásra!